kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Heti utolsó híradónk indul most itt a Bajai Televízióban, ízelítőül pár mondat a mai hírekből. Átadták a megszépült épületet. Mintegy 300 millió forintból újították fel a kormányhivatal Bajai Nyugdíjfolyósító Intézetét. Kamerák figyelik a konténereket. Az illegális szemétlerakás visszaszorítása érdekében 27 helyszínen rögzítenek az eszközök. Most érdemes kérni. Az óvoda iskola kezdés előtt ajánlott beadatni a bárányhimlő elleni védőoltást. Több mint 300 millió forintból újították fel a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal Bajai Nyugdíjfolyósító Intézetét. A kivitelezés 5 hónapig tartott, tavaly novemberben kezdődött és az idén májusban fejeződött be. A hivatalos ünnepséget pénteken délelőtt tartották. Az elmúlt évek kormányzati döntéseinek következtében megerősödött a kormányzati közigazgatási rendszer, aminek célja az, hogy az emberek a lakóhelyükhöz minél közelebb, minél gyorsabban és megfelelő körülmények között tudják intézni a mindennapi dolgaikat, mondta köszöntőjében Zsigó Róbert. Baja és térsége is több területen fejlődik, óvodák, orvosi rendelők, önkormányzati épületek újulnak meg. Azok a helyek, ahol az emberek ügyeket intéznek, vagy a mindennapi életük során találkoznak vele, ezek fontos fejlesztések ebből a szempontból. Valóban ebben az uniós fejlesztési ciklusban egy fontos cél az, hogy minél több középület energiahatékonyság szempontjából megújuljon ennek, hogyha egy okot akarok mondani, azért, mert olcsóbb lesz a fenntartása. Fercsák Róbert polgármester az elmúlt 8 év fejlesztéseit említette. A társadalmi biztosítás, illetve nyugdíjellátás az egy olyan társadalmi tevékenység, ami mindenkit vagy majd mindenkit érint. Ezen a területen belüli kiszolgálása a térség lakóinak, Baja város lakóinak, én azt gondolom, hogy minőségében nem mindegy, hogy milyen. És a dolgozóknak se mindegy az, hogy milyen körülmények között végzik a munkájukat. A polgármester bejelentette, további beruházások is várhatóak a városban. Ezek között szerepel például a piac és környéke, valamint több iskola, bölcsőde és óvoda felújítása és kerékpárút építése Baja-Szent Istvánon. Ebben az évben mintegy 1 milliárd forintot költenek az épületek megújítására. Ez a hivatal is sokak számára fontos, még a kecskeméti járástól is vesz át feladatokat, mondta a Bács-Kiskun megyei kormány megbízott. Örülök annak, hogy a foglalkoztatási osztály után most pedig ennek a fontos épületnek az átadására kerül sor, hiszen itt nem csak a járás, a mi törzshivatalunk, illetve Kecskemét járás hivatal is végez feladatot. Ez egy szocialista múltból nagyon lepusztult épület volt, amikor először láttam. Az épületben az egyik emeleten a Bajai Járási Hivatal munkatársai dolgoznak. A járási hivatalhoz 2017. január 1-től került át a nyugdíjosztály, illetve 2017. július 1-től pedig a családtámogatási ügyeket is itt intézzük Bajai Járás vonatkozásában. A belvárosi épület 1960-ban épült. A felújítása 315 millió forintba került, ami uniós pénzből valósult meg. A teljes hőszigetelése megtörtént az épületnek, ez külső hőszigetelés, illetve lapos tetőknek a hőszigeteléséről van szó. Egy napelemes rendszer is fölkerült, ez az elektromos energia ellátását teljes egészében biztosítja az épületnek, illetve hőszivattyús rendszer került kiépítésre, ez pedig mind a fűtést, mind a hűtést biztosítja. Belülről egyelőre csak tisztasági festés történt, vagyis van még tennivaló a következő években. Többek között a vizes blokkok várnak még felújításra, és új bútorokra is kellene költeni, tette hozzá Havasi Sándor. Valamivel több mint 1 milliárd forintos pályázat indul mini bölcsődék létrehozására, jelentette be a Család, Ifjúság és Nemzetközi Ügyekért felelős államtitkár. A pályázatra olyan önkormányzatok jelentkezhetnek, ahol jelenleg nincs bölcsődei ellátás, a lakosság szám 10 000 alatt van, és az egy lakosra jutó adóerőképesség 20 000 forint alatti. Az államtitkár jelezte, a mini bölcsőde január 1-től egy új ellátási forma, és létesítésénél kevesebb feltételnek kell megfelelni. Mini bölcsőde az, ahol legfeljebb 7-8 gyermeket fogadnak, és a jogszabály szerint egy kisgyermek nevelőt és egy dajkát kell csak alkalmazni.
A pályázat során maximum 10 millió forinthoz lehet jutni, és csak 5% önerőt írnak elő. Az országban 600 olyan önkormányzat van, amelyek megfelelnek a pályázati kritériumnak, mondta Novák Katalin hozzátéve, hogy az elnyert összeg 70%-át eszközbeszerzésre is lehet fordítani. Már élesben működnek azok az éjjel látó képrögzítők, amikkel az illegális hulladékok elhelyezését szeretné visszaszorítani a bajai önkormányzat. A szemetelők nem csak nagy bosszúságot, hanem jelentős kiadást is okoznak. A mozgásérzékelő vadkamerák összesen 27 helyszínt tudnak megfigyelni a város bel- és külterületén. Az egyik dunafürdői lakos azt mutatja, hogy általában hegyekben áll a szemét a Zöld-szigeten, most még egész rendezett a helyszín. Sokan hulladéklerakóként használják a szelektív konténerek környékét, a ledobott zsákokat pedig széthúzzák az itt élő állatok. Kereckei Miklós azt mondja, az erdei bekötő utaknál is éjszaka kerül ki a szemét, amit idegenek dobnak ki. Mi, akik így lakunk életvitelszerűen, úgy szocializálódtunk, hogy a szemetet a szemetesbe. Nem tudjuk, hogy honnan származik, de hegyekben áll a szemét, olykor-olykor próbálunk ráfigyelni, de nem sikerült rendszámot vagy valamit megállapítani, noha én itt lakok kb. 60 méterre. Minket zavar. Kijövünk, Kecskemértől származom, onnan szoktak idejönni az unokáim, és minket bosszant ez a rendetlenség. A Dunafürdői Zöld-szigetnél háztartási hulladékot nem is lehetne elhelyezni. A területért felelős önkormányzati képviselő Csomor Csaba azt mondja, a kamera felszerelése óta valamennyivel visszaesett az illegális szemetelők száma, de nem szűnt meg teljesen. A Duna túloldalán, a lakótelepen pedig a konténereknél van probléma. Szerencsére már nem olyan jellemző, mint régen, hogy más területre odahordják a szemetet a kuka mellé, illetve hegyekbe áll, főleg annak is köszönhető, hogy azért hetente kétszer üríti a kommunális a lakótelepen lévő konténereket, tehát jellemzően ott nincs az, hogy konténer mellett fölhamozódik szeméthegy. Ami nagyobb probléma, hogy sokan, akik átmeneti albérletbe érkezők, illetve költözők, akik ott hagyják netán a kanapét, ágyat, netán meghibásodott tévékészüléket, rosszabb esetben hűtőszekrények kerülnek oda mellé, tehát az már problémát. Az önkormányzat nyáron két mobil kamera beszerzéséről döntött, ezekkel a kritikus közterületeket figyelik meg. A mozgásérzékelő berendezések a képek rögzítése mellett riasztásra is alkalmasak, így a közterületfelügyelet és a 24 órában szolgálatban lévő városőrség azonnal észleli a gyanús mozgásokat. A kamerákról annyit kell tudni, hogy ezek saját akkumulátorral működnek, mozgásérzékelő kamerák, ezek éjjel is látókészülékek, és tulajdonképpen a mozgást érzékelik, a közterületfelügyelőnél lévő mobileszközre érkezik egy jelzés, amely alapján el tudja dönteni, hogy igényel-e az adott esemény intézkedést vagy sem, és ettől függően tesszük meg majd a szükséges intézkedéseket. Az eszközök augusztus 8-a óta működnek élesben, de eddig még nem kellett hatósági eljárást kezdeményezniük a felügyelőknek. A mobil kamerákkal belterületen 21, míg külterületen 6 helyszínen véletlenszerűen váltakozva rögzítik a felvételeket, amire mindenhol táblák hívják fel a figyelmet. A magyar operett irodalom egyik legismertebb és legnépszerűbb művét láthatja a közönség a hétvégén a főtéren. A Lovász fiúból lett Monoklis úr és a Finom grófnővé előléptetett cselédlány mulatságos története mindig is nagy sikert aratott. Stábunk a főpróbán látogatta meg az operett színház művészeit, akik az általuk megformált szerepekről is meséltek. Hogy mit, azt a sportpercek előtt megmutatjuk. A bárányhimlő elleni hatékony védelemhez oltásra van szükség, ezért a szeptemberben közösségbe kerülő gyermekeknek legkésőbb augusztus második felében érdemes beadatni a védőoltást. A legfrissebb statisztikák szerint a betegség tényleges hazai előfordulása több mint duplája a jelentett évi 35-40 ezer esetnek. A szakértők szerint tévhit, hogy a bárányhimlőn át kell esni, hiszen a betegség akár súlyos szövődményekkel és kórházi kezeléssel is járhat. Közeleg a szeptember, hamarosan a város óvodái és iskolái is újra megtelnek gyerekekkel. A zárt légtér, a közös használati eszközök mind-mind kedveznek egyes vírusok, így például az ismert gyermekbetegség a bárányhimlő terjedésének is. Éppen ezért célszerű még augusztusban beadatni a megfelelő védőoltást, hogy a tanév elejére már kialakuljon a betegség elleni megfelelő, magasfokú védelem. Tudtuk meg dr. Matán Eszter gyermekorvostól.
Az európai országok jó részében már kötelező oltásként szerepel a bárányhimul elleni védőoltás. Magyarországon ez nem történt még bevezetésre, hogy kötelező legyen, választandó védőoltás. Én a saját körzetemben az egyéves kor utáni korosztálynak szoktam ajánlani, hogy kapjon bárányhimul elleni védőoltást. A körzetünk átoltottsága körülbelül legyen 30-40%. Az újvárosi óvodában éppen az utolsó nyári napokat élvezik a napközisek az udvaron. Többen közülük már átestek a bárányhimlőn. Sokan kis csoportosként most kerülnek először nagyobb közösségbe. Azonban, ha a szülők betartanak néhány egészségügyi szabályt, akkor zavartalan lehet a beilleszkedés, mondta az intézmény vezetője Makida Lászlóné. Mostanában már azért egyre kevesebb ilyen problémánk van, mert nagyon sok szülő beadatja már a védőoltást a gyerekének. Hogyha meg is jelenik a bárányhimlő, akkor általában kis lefolyással zajlik, tehát kevesebb pöttyök jelennek meg a gyerekeken. Sokkal könnyebben és rövidebb idő alatt átvészelik, így, hogy be vannak oltva. A közösségbe kerülő gyermekek mellett a bárányhimlő a várandós nőkre, a több gyermekes családokra, és a fertőzésen eddig még át nem esett felnőttekre is veszélyes. Ezért a gyermekvállalás tervező a betegségen át nem esett fiatal nők és párjuk számára is ajánlott a védettség megszerzése. A terhesség időszaka alatt a védőoltás beadása ellenjavalt, tette hozzá a gyermekorvos. A jövőben már nem csak a halászpart előtt lévő jachtkikötőt használhatják a hajókázni vágyók Baján. Az egyik helyi szálloda ugyanis egy kisebb móló kiépítésébe kezdett a Sugóparton. A mobil rév lehetőséget biztosít a jövőben arra, hogy a helyiek jobban kihasználják a vízi turizmus nyújtotta lehetőségeket. Jelenleg még csak egy csónak várja az utasokat az újonnan elkészült kikötőnél, remélhetőleg azonban ez a jövőben megváltozik. A stég kialakítását az egyik helyi szálloda kezdeményezte, a könnyű szerkezetnek és a mobil elemeknek köszönhetően pedig alig egy hét alatt el is készültek az építési munkálatok nagy részével a szakemberek. Halmosi Zoltán, a szálló ügyvezető igazgatója elmondta, régi álmuk vált valóra a kikötővel. Szerettük mi volna, ez korábban is mondjuk egy-két évvel ezelőtt. Sok oka van, hogy most történik ez meg. A forráson kívül hatósági és egyéb szempontok is voltak, de most jött el az az idő, amikor végül is minden összejött, és meg tudtuk csinálni ezt az első fokozatát a kikötőnek. A mólóhoz annak mostani állapota szerint 5-6 kisebb hajó tud lehorgonyozni, tette hozzá Halmosi Zoltán. Az ügyvezető úgy fogalmazott, elsődlegesen a szálló vendégeinek biztosítanak majd használati jogot, de attól sem zárkoznak el, hogy mások is igénybe vehessék a kikötőt. A városban mindig nagy érdeklődés van a vízi turizmusra, hangsúlyozta a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Séfer Andrea hozzátette, a Bajára érkező turisták a nyári hónapokban gyakran élnek a sétahajókázás lehetőségével. Mi is szoktunk sétahajójáratokat indítani évente több alkalommal, leginkább a nagy rendezvények időjére összpontosítunk. Ugye most legutoljára a Halfőző Fesztivál idején minden napon indultak a hajók, illetve múlt héten augusztus 20-án szintén elmondhatom, hogy tehát házzal teljesen tele volt a hajónk, és úgy indultak egy másfél órás kirándulásra. A Sugóparti kikötő már elkészült, apró munkálatok és kiegészítések azonban még hátra vannak, így az érdeklődőknek sajnos várniuk kell a következő szezonig, tájékoztatott a szálloda vezetője. Halmosi Zoltán hozzátette, jövőbeli tervei között szerepel az úszórész stabilizálása és a múló kivilágítása is. Újabb szabadtéri produkciót láthat a bajai közönség ezen a hétvégén. Ezúttal a magyar operett irodalom egyik legsikeresebb művét, a Mágnás Miskát mutatja be a Budapesti Operett Színház. A szereplőkkel a főpróba napján beszélgettünk. Ma előtt jönni a legtöbb pászánc majd. Ezek még a főpróba pillanatai a szabadtéri színpadon. A történetben Miska, a talpra esett lovászfiú, a nézők szeme láttára válik előkelő arisztokratává. Tenyeres talpas babájából, Marcsából pedig estélyi ruhás dáma lesz, aki Méri grófnőként vonul be az úri társaságba. Miska nagyon szereti Marcsát, de a maga vidéki stílusában.
Természetesen a humora az fantasztikus, meg a szarkasztikus része is ennek a szerepnek, ugye, hogy őt a Miskát öltöztetik be grófnak, hogy a többi grófon bosszút álljanak, vagy hogy kifigurázzák őket. Úgyhogy szerintem ez így az operetti irodalom egyik legfontosabb szerepe egy táncos komikusnak. Marcsa karakter egy ízig-vérig komikai szerep rengeteg humorral, amelynek ugyanakkor vannak mélységei is. A két főszereplő között igazi szenvedélyes szerelem alakul ki, ami akkor is kiderül, amikor Miska faképnél hagyja Marcsát. Marcsát borzasztóan szenvedés, tehát innen is látjuk, hogy ez egy igazi mély szerelem valahol, ugye? Vagy igen. Az? Hiszen Marcsa majdnem kútba öli magát, csak hát nem elég mély a kút, vagy Marcsa túlságosan széles ahhoz, hogy bele tudjon esni a kútba is fennakad. Mert nem vagyok hajlandó elviselni, hogy most már nekünk a barac nyeri meg a versenyt. Főleg prózai és musical szerepeket kap, operetben kevesebbet játszik, úgyhogy ez ajándék számára, mesélte Csonka András. A régi darabot Verebes István rendezésében újította fel az Operett Színház új szerep. Tulajdonképpen majdnem minden főbb szerepbe új kollega állt be, és így aztán 2015-ben történt ősszel, és akkor álltam be én is ugye Mixibe. Pixi és Mixi az a elég legendás a filmből, ugye a Latabár testvérek játszották, legendás páros. A bajai bemutatón több más mellett Lehocki Zsuzsát, Faragó Andrást, Csengeri Otíliát és Kalocsai Zsuzsát láthatják még a nézők. A mulatságos történetet pedig Szirmai Albert és Gábor Andor örökzöld számai teszik teljessé olyan slágerekkel, mint a Nő szívét ki ismeri, vagy a Cintányéros cudarvilág. Sportpercek Putnik Tamással. Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! Szombaton a megyei harmadosztályban érdekelt Baja Szent Istváni labdarúgó csapat is megkezdi szereplését az őszi szezonban. Szoli Gábor gárdája a Kumbaját fogadja, de a triatlonozóinkra és ökölvívóinkra is fontos feladat vár. Hétvégi előzetesünk következik. A csapatok kérésére 2 héttel elhalasztották a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság rajtját, így augusztus közepe helyett csak ezen a hétvégén indul útjára a labda. A Baja Szent István hazai pályán kezd, ráadásul rögtön egy rangadóval. Szombaton 17 órától a Kumbaja vendégeskedik a Szent Istváni pályán, amely gárda a bajaiakhoz hasonlóan a bajnoki címről szövöget álmokat. A Mogyi esett triatlonozói közül Flander Márton az előző hétvégén a 3. helyen végzett egy tatán megrendezett versenyen, míg a mostani hétvégén már a budapesti rövidtávú országos bajnokságra utaznak Bajai Péter tanítványai. A népes bajai csapatban Faldum Gábor, Király István és Cigány András mellett Flander Marci is ott lesz. Itt többféle kategória lesz, ők az elit futamba fognak indulni, ahol komoly pénzdiakért megy majd a verseny. Én a korosztályos versenyzőkkel fogok együtt rajtolni. Bajai Petivel, edzőmmel úgy beszéltük meg, hogy egy héttel egy Ironman előtt nem feltétlenül szűkészséges nekem a fürgelábú fiúkkal együtt versenyeznem, meg lehet nem is túl célszerű, úgyhogy ez most így alakult, de nagyon jó kis verseny lesz, ez is egy első rendezés, úgyhogy azért kíváncsiak leszünk mind a pályára, mind a magára a rendezésre, hogy mi fog ebből kisülni. Az ökölvívóink pedig Sűsápra utaznak ezen a hétvégén, ahol a gyermekkorosztály számára pofonpartit rendeznek, míg a serdülők egy tornán vehetnek részt. Mindezek mellett ne felejtsük el a Bácskai Lovas Nap programjait se, szombaton egész nap rendeznek versenyeket a szigeten. A sportpercek végén valamennyi kollégám nevében köszönöm egész heti figyelmüket, jó pihenést a hétvégére, viszontlátásra! Most pedig tekintsük át, miről szólt mai híradónk. Átadták a megszépült épületet. Mintegy 300 millió forintból újították fel a kormányhivatal Bajai Nyugdíjfolyósító Intézetét. Kamerák figyelik a konténereket. Az illegális szemétlerakás visszaszorítása érdekében 27 helyszínen rögzítenek az eszközök. Most érdemes kérni. Az óvoda iskola kezdés előtt ajánlott beadatni a bárányhimlő elleni védőoltást. Kedves nézőink, heti utolsó híradónkat láthatnánk itt a Bajai Televízióban, nem sokára időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk a műsort, friss hír összeállítással pedig a jövő héten hétfőn este jelentkezünk ismét, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Thank you.
Szombaton az ország nagy részén túlnyomóan derült napos időre számíthatunk. A déli-délnyugati szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.